Már helyére kerültek a faházak a dobótéren, készülve az adventi ünnepkör első vasárnapjára, ami idén december 3-a. Az idei advent számos újdonságot kínál az egrieknek és a városba érkezőknek. Egy, 2,5 méter magas világító eger felirat várja majd a Gárdonyi téren az érdeklődőket. A tervek szerint az egri óvodások és kisiskolások karácsonyi rajzai lesznek láthatóak a tereken, amit fényfestéssel vetítenek ki. A tavalyi fénygömb is ismét a helyére kerül a dobótér közepére. A kitelepülő faházak pedig elengedhetetlenek a karácsonyi vásárhoz, amely idén is egyedi és kézműves ajándékokkal, valamint az ünnephez illő gasztronómiai és forralból kínálattal várja az ünneplőket. Mi szeretek benne? Hát azok ott a fényeket, a nyüzsgést, az emberek, hát ugye csak ünnep azért. Jön karácsony nem soká, ugye. Hát ezek az előkép, mert maga a kereszténység ünnepe. A zenei programok minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket. Fellép például Török Ádám és a Mini, Harcsa Veronika, Radics Gigi és a Group and Swing. A hangulat. Itt ez a szép város, szép tér, kellemes város. A programok mellett számos szórakozási lehetőség közül választhatnak az ünneplők. A gyerekeket és a családokat mesékkel, süti műhellyel, kézműves és játékprogramokkal várja a jégpalota, valamint a vígvári vitézek terén felállított korcsolyapálya. A gyerek miatt ezt mindenképp fontosnak tartom, hogy ő ezekről ne maradjon le, illetve hogy lássa. Az Eger Advent 2017 folyamatosan frissülő programjairól az egeradvent.hu oldalon, valamint az Eger Advent Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.